Hey, jó, szevasztok, szép reggelt mindenkinek, remélem jól vagytok, és jól indul a ti napotok is, az enyém nagyon jól indult az előbb. Megreggeliztem, most pedig itt kijöttem, és szépen elkortyolgatom a kis kávémat. Elég sok mindent kell ma csinálni, sok dolog lesz. Van egy nagyon jó ötletem, amit tegnap este agyaltam ki, és ebbe titeket is bele szeretnélek vonni, és szeretném, hogy a ti is részesei lennétek ennek a tervemnek, de hogy ez mi is pontosan, erről majd később a videóban még visszatérünk. Ugye ami biztos, hogy mosolyogjatok sokat, dolgozzatok keményen, és sportoljatok. Össze is beszéltem a srácokkal, lassan ők már ott vannak a konditeremben, és én meg megyek utánuk. Kezdjük is a napot, irány a kondi, jáó! Ho, meg is érkeztünk, ezek már sunyiba isszák a privert. Workoutot. Hopp, mit csináltok? Hívogattak, csalogatnak, akkor jövök. Papa, szokásos reggeli adag? Igen. Amit te valami erősebbet nyomjál, mert nagyon álmos fejed van. Na. Te nyomsz egy energiaitalt, te nyomsz egy edzés előtt, én meg tudod, mit nyomok? Sáfa. Elkezdtük az edzést. Szintiból jelezzek be Tibor. Kocsmában tévé felhangosít, háttérzaj, lezár. Na, így nem szabad sétálni soha a konditerembe. Használod még ezt a gépet? Na, mutass, hogy szarad össze magad. Menj a faszalba. Legyél már. Mi csináljuk? Segítsek? Aha. Na ezt figyeljétek, Ádám csatornáján megtanulhatjátok, hogy hogy is nyomhattok fekve helyesen. Ez volt a reklám helye. Persze. Látszik kamerában, hogy mozgatom a mellem? Ez igazi vlog life. Ennyi. Ott az én emberem, mutatom. Hú, még van bennem még egy. De jó vagyok, bazdmeg. De nagy állat vagyok. Nyomok még, ez nem elég. A másik kézzel is pumpálom. Megállás nélkül pumpálom. Úristen, de kemény vagyok. Nagyon vagány vagyok. Hey, jó! Mizu. Minden oké. Okay. Vlogozhat is? Most nálam forog a kamera. Ez az. I love protein. I like protein too. I love protein. I love protein too. Cheers. Cheers, buddy. Protein. 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 Már haza is értem, és akkor térjünk egy kicsit vissza arra, amit reggel fölhoztam. És akkor gondolkoztam, hogy mivel is lehetne egy kicsit extrább ez a live-os, Feel My Floor story. Tök egyszerű a megoldás, miattatok lesz ez az egész színesebb, tőletek lesz az egész kerek. Azt találtam ki, csinálnék én is egy ilyen másfél-két órás ilyen házi, garázs bulit, amit föl is veszek. Több kameraállásból lesz rögzítve az egész szett. Lényeg az, hogy szeretnélek titeket is meghívni, vagy legalábbis egy ilyen 15-20 fősre szeretném. Van kedvetek hozzá, akkor nekem dobjatok most ide a videó alá egy kommentet, hogy kb. Ennyi. Egy kikötés van, akkor vagy te az én emberem, hogyha mondjuk ezt a dalt szereted. Vagy ezt. Vagy ezt. Na, hogyha ezek a dalok neked is bejönnek, ha van kedved, akkor gyere, csatlakozz, és hozzunk össze egy óriási bulit közösen. Remélem, benne vagytok. De közben észrevettem a hajamon, hogy elég nagy, meg itt oldalt is. Szerintem el kéne menni fodrászhoz. Szia, Krisztián vagyok. Tudunk ma találkozni? Le tudnád vágni a hajamat esetleg? 17:30. Jó, jó. Köszönöm, szia, szia. Szia. Yeah. Szerintem találkozunk a fodrásznál. Figyelj. Wow, nem jó a fókusz, miért nem jó a fókusz? Meg is érkeztünk a fodrászhoz. Itt van mami. És megvan a fókusz. Szia. Na, csá. Végre pontosan ideértem és nem na, késtem. Na, képzeld. Ugye? Sőt, még hamarabb is. Még hamarabb is ideértem, hát siettem, majd tudtam. Figyelj csak, ez több le most már. A kamerát? Hát igen. Mit mondjak az embereknek, ezt miért nem veszem föl? Hát,
Most egy kis technikai szünet. Jó, legyen technikai szünet, úgyhogy... Na mama, akkor varázsolj valamit a hajammal. Hoppá! Óriási varázslóvás. Óriási. Amúgy azt nem sokan tudják rólam, hogy az én hajammal soha senki más nem nyúlt hozzá, csak te. Hát igen. 8 hónapos voltál, mikor először levágtuk a hajad. Hát meg olyan kép is van, a Janinak a kev... a... 2 hours later. És akkor a Gyöngyi így idehozott téged. 6.5 hours later. Én is, és úgy csináltunk, mint a pillanat. Én most megyek. Megyek tanulni. Köszönöm. Viszlát, szép napot, szia mama. Ez is megvan. Irány a tikbe, mert hogy egy pár órája tudtam meg, hogy én szerdán zéjázni fogok piackutatásból, rohanást tanulni, aztán még a srácokkal is megyek vacsorázni, vagy legalábbis azt beszéltük, nem tudom, hogy abból lesz-e ma valami. Majd pedig ezt a videót is meg kell ma vágjam, úgyhogy van még mit csinálni. Tikbe találkozunk! Hopp! Na, én már meg is érkeztem, itt vagyok a tikbe, és éppen várom a többieket, elképesztő, hogy ma mennyire pontos vagyok, mindenhova időbe odé. Ott van Gyurika! Úristen, de vagánya, hogy ide sétáltál. Na csá! Hopp, és ott van már Zoltán is. Száva! Na, hogy állsz Gergő a tanulással? Hát, nem az igazi a helyzet. Nem baj, szerdára fölkészülünk? Igen. Hát ez nem volt túl meggyőző. Még egyszer, menni fog szerdán? Igen! Yeah. Ó, ki van itt? Hello! Szevasztok, skacok! Mi a helyzet? Megérkeztünk mindannyian. Most éppen kikapcsolok, és jön a tanulás. Később találkozunk. Jaj, na, cső! Végeztünk a tanulással a tikben. Jöhet a kikapcsolódás, megyünk a többiekkel a Tesco-ba bevásárolni, majd pedig készítünk egy nagyon-nagyon finom vacsorát, ami az ilyen jó edzés után visszatölt. Úgyhogy irány a Tesco és a többiek. Já! Köszöntöm a Tesco-ba önöket! Már megint rossz helyen vagyunk. Egészséges életmód, gyertek! Nem lehet, nem lehet! Nézd már, Bari, hoztam egy avokádó. Mit hoztál nekem? Egy avokádó? Wow! Kész is vagyunk, ugye? Megvan minden, amire szükségünk volt. Itt is a söröm, ezzel fogunk most hazateleportálni. Figyeljetek, itt a dev. Sikerült? Jó! Na, haza is értünk, itt vagyunk. Visszaértünk a Tesco. Megtörtént a bevásárlás. Mutatom is, itt vannak kikészítve az alapanyagok. Lime, hagyma, édesburgonya, cheddársalt, avokádó, kaliforniai paprika, meg van csirkénk. Kezdjük a vacsit csinálni, yeah! Na, álljunk is neki. Srácok, kész is van a vacsora, láthatjátok az édesburgonyát, ott van az avokádókrém, a csirkét pedig előpirítottuk, majd sütőben, párolt zöldségekkel, illetve csedársajttal összesütöttük. Csedársajtok, azt mondtuk. Csedársajtot! Jó étvágyat mindenkinek! Yeah! Ennyi lett volna ez a videó, hogyha eljutottál idáig, akkor valószínűleg végignézted, úgyhogy azt köszönöm szépen, remélem, hogy nem bántad meg. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akár a kajával, edzéssel, vagy zenékkel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Nagyon tudok örülni minden like-nak és feliratkozásnak, esetleg, hogyha még nem tetted meg, akkor azt nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy élvezted ezt az epizódot, és találkozunk legközelebb is. Mindenkinek jó éjszakát, szevasztok!